A Táncsics Mihály Általános Iskola felső tagozatos énekkarának előadásában csendült fel a Magyar vagyok című dal ma délelőtt a gyülekezeti házban. Ezzel a gyönyörű produkcióval kezdődött a József Attila születésnapjához kötődő költészetnapi program. Több százan érkeztek, hogy részesei legyenek a nem túlzás azt állítani varázslatos rendezvénynek. Mi a célja ennek a mai napnak? Leginkább az, hogy fölhívjuk a figyelmet a lírai alkotásokra, és bizony a líra, hogy a maga az elnevezés is a gyökerei eredezik, nem csak verset, nem csak a szót magát jelenti, hanem egyúttal az éneket, és az énekkel együtt járó hangszeres kíséretet is, sőt, alkalmasint még a táncot is. A Városi Könyvtár minden évben egésznapos rendezvénnyel készül a költészet napjára, melyért a polgármester dr. Csáki András köszönetet mondott a könyvtár vezetésének és munkatársainak. Beszédében felidézte a magyar líra elévülhetetlen értékét, kiemelve József Attila nagyságát. A hányatott sortú gyermek, a meg nem értett költő, irodalmunk és magyarságunk egyik legkiemelkedőbb alakja, tragikus életének alig több mint 32 esztendeje alatt oly különleges életművet hozott létre, melynek gondozása feladatunk és egyben kötelezettségünk is. Vele együtt és rajta kívül is a magyar irodalom számtalan, zseniális költővel büszkélkedhet. Mindenképpen szerencsés és gazdag nemzet az, melynek birtokában ilyen kincsek vannak. A polgármester Tompa Mihály egyik versét is elmondta a gyülekezeti ház közönsége előtt. Legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim, csak énekeljetek. Elindítva ezzel a versmaratont. A nap során kicsik és nagyobbak egymás után álltak ki és mondták el kedvenc költeményüket. Többen a 200 éve született Petőfi Sándor egy versét választották. Hegedű szó, fúrja szó, címbalom. Van-e még itt a búbán a tere? De volt, aki Ady Endre, míg más Arany János egy művét szavalta el. És természetesen kortárs írók versei is elhangzottak. Eszembe jut a trúd, a költészet és a szellem. Az a sok jó, mint a két istennő, te, és még tenni fog velem. A költészetnapi program egyik legszívhez szóló műsora a Református Általános Iskola énekkarának előadása volt. A diákok gyönyörű éneke és tánca elbűvölte a közönséget. Előadásukban felcsendült Petőfi Sándor megzenésített verse is. Az énekkar előadását a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezet zenekara kísérte. A költészetnapi rendezvényről hosszabb összefoglalót hétfői háttérmagazinunkban láthatnak.